Kedves nézőink, az FC Ajka U13-as csapata a közelmúltban eredményesen szerepelt egy olaszországi tornán. A következő stúdióbeszélgetésben erről lesz szó. Number 7, Richard Salontai. Number 8, Bence Sabados. Number 9, Balázs Muraközi. Köszöntöm a stúdióban Zsidó Andrást és Cserna Robertet, az U13-as futballcsapat edzőit. Jó estét kívánok, uraim! Egy nemzetközi futballtornán vettek részt, mégpedig nagyon szép sikerrel. Hol is volt pontosan ez a torna? Kezdjét. Olaszországban vettünk részt egy U13-as foci tornán, a Commit német szervezet által minden évben megrendezett, most már immár 23. alkalommal megrendezett foci tornán. Az egyesületünk jó voltából támogatásával. Európa 8 országában is megrendezik ezt a foci tornát. Eddig 4 alkalommal voltunk Spanyolországban, Barcelonában, és most idén először Olaszországban mentünk el, Riminibe, illetve Riccione-ben volt a torna. És mindjárt az eredményt is akkor mondjuk el az elején, hogy milyen eredményt ért el a csapat? A tavalyi évhez hasonlóan idén is a harmadik helyet sikerült megszereznünk. 4-es csoportba kaptunk besorolást. Több korosztályban rendezik meg ezt a tornát, a mi korosztályunkban 11 csapat nevezett be, 2 4-es és 1 3-as csoportot alakítottak ki. Abban a csoportban, hát nem túl szerencsés körülmények közt a harmadik helyet sikerült megszereznünk, aztán utána 2 győzelem után eljutottunk az elődöntőig, ahol aztán büntetőkkel alul maradtunk német riválisunk ellen, és a bronzmérkőzésen, ami tulajdonképpen csak egy büntető párbaj volt, tehát ott már mérkőzést nem rendeztek, ott viszont sikerült diadalmaskodnunk, és így szereztük meg a harmadik. 1-0-ra. Nyertünk büntető párbajokkal. Azt gondolom, a teljesen lényegtelen az, hogy mennyire a lényeg a végeredmény. Elég nehéz menetelés volt, ahogy hallgatom. Hát ugye a mezőny az abszolút ismeretlen volt számunkra, mert a torna sajátossága, hogy az utolsó pillanatban gyakorlatilag a helyszínen kapjuk meg a pontos létszámot, a csapat létszámot és ellenfeleink nevét is, de természetesen mivel külföldi torna nem is nagyon ismerjük őket, bár az előző években volt már olyan, hogy magyar csapatokkal találkoztunk, videóton, illetve a Puskás Akadémia csapatával is mérkőztünk tavaly Barcelonában, pont az elődöntőben a Puskás Akadémiától kaptunk, és végül a videóton ellen szereztük meg a bronzérmet. Azért az érdekes, hogy Barcelonában a magyar csapatok versenyeznek váratlanul egymással, nem? Igen, de annyit azért hozzá kell tenni, hogy azért Spanyolországban meg Olaszországban a torna, de nem a Real Madrid és a Barcelona csapatai dominálnak, ugye inkább német kis csapatok, akiket szerintem a szervezet ezáltal a torna által utaztat ki külföldre, de hát mindenképpen ez egy nagyon jó erőfelmérő és csapat összekovácsoló dolog. Szerintem a gyerekeknek ez nagyon nagy élményt jelent. Nagy élmény gyerekeknek egyébként? Tetszett nekik? Szeretik, szívesen vesznek részt? Tehát lehet érezni rajtuk a lelkesedést, amikor így kimennek egyébként? Természetesen már hetekkel az indulás előtt be vannak sózva, idézőjelbe véve csak erről tudnak beszélni. Ez idén azért annyira nem is jött ki jól, hisz még hazai bajnoki mérkőzéseink voltak, de ők már fejbe Olaszországban jártak. Azért természetesen ezt is helyén tudtuk kezelni. Nagy élmény, ugye az András is elmondta, abszolút felvillanyozódnak, ugye nyitó ünnepségnél, bevonulás, magyar himnusz, mindjárt mi játszottuk most például a Center pályán, a stadionban a nyitó mérkőzés, tehát az egész tornának a nyitó mérkőzését, szerintem 1000-1200 ember ült a lelátón, akkor megint eljátszották a magyar himnuszt, de BL indulóra vonultak be. Nagy élmény nekik. Mennyi időt vett igénybe az egész torna? Meddig tartott? 10 napos volt az út, de igazából a torna maga 4 napos volt, a megnyitótól a záró ünnepségig, de beiktattunk még egy kis kirándulást is Olaszországon belül, mert Rómában mentünk először, és 2 napot töltöttünk Rómában. Megnéztük a nevezetességeket, a Kolosseumot, a Vatikáni Múzeumot, és még egy nagyon sok látnivalót ezen kívül. Azt hiszem, hogy a gyerekeknek ez is élmény, de inkább az őket elkísérő szülők élvezték ezt jobban egy picit. Bár az olasz fagyi az a gyerekeknek is nagy. Eredeti olasz fagyi. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy jut-e idő ilyenkor városnézésre, amikor egy ilyen tornára kiutaznak? Jut, igen. Jó, hogy az András is mondta, ezt a 2 napot ezt mi pluszba szerveztük rá ezt a római kirándulást.
illetve ugye a torna helyszínén ott úgy alakították ki az időintervallumot, így van, tehát ugye 7 napot töltünk kint, effektíve a torna helyszínén, ebből 4 nap a torna, és a maradék, hát 2,5-3 nap, mert ugye ott még van záró ünnepség is, az abszolút a kirándulásról, a kikapcsolódásról szól. Hogy zajlik egyébként egy ilyen torna? Megérkezik a csapat, szállást elfoglalják, és akkor mikor jön az első meccs, illetve hány meccs van egy nap, vagy hogy van ez megszervezve? Idén úgy volt, hogy a megnyitó napján már mindjárt 2 mérkőzésünk is volt. Tehát a megérkezésünkkor kezünkbe adják a programot, a programfizetet. Ugye a német szervezés, tehát itt persze pontosan megvan a... Ugye itt most 58 csapat volt a különböző korosztályokon együtt, a mi korosztályunkban ugye 11 csapat, de az egész programot megkapjuk, minden csapatra vetítve, és akkor már tudjuk előre, hogy hogyan kell szerveznünk, mert ugye az étkezés miatt, meg buszozással, mert azért nem a... Tehát a torna is úgy van megszervezve, hogy nem egy helyszínen zajlik, nem egy helyszínen vannak a mérkőzések, hanem a közeli stadionokban, mindegyik műfüves pálya, tehát a legkisebb faluban is műfüves focipályán tudunk játszani, amivel azért még van előre lépni való, ebből is látjuk, hogy Magyarországon még azért, bár mi nem panaszkodhatunk, mert itt azt hiszem nagyon jó körülmények között tudunk edzeni. A gyerekek számára fizikailag, pszichikailag mekkora megterhelés jelent egy ilyen torna? Hiszen gondolom, hogy azért lényegesen nagyobb, mint a hétköznapok. Hát részben nagyobb, de a legérdekesebb dolog az volt, hogy a fele csapatunk most játszott először nagypályán. Mert ugye az U13-as korosztály az a 2002 és 2003-ban született gyerekekből áll, és mi a fele csapatunk 2002-es volt, a fele pedig 2003-as, akik még nem játszanak nagypályán. Ők most próbálgatták, vagy bontogatták a szárnyaikat. Azt hiszem, hogy az eredmény alapján sikerre. Ezt akartam mondani, és mindjárt milyen szép eredménnyel, ugye tehát abszolút biztató. Igényelte valamiféle különösebb felkészülésre a torna? Másképp kellett-e készülni, mint ahogy általában készülnek? Nem készültünk rá másképp, ugye, ahogy az előbb is említettem, nekünk még bajnoki mérkőzéseink voltak. Gyakorlatilag az utazás előtti hétvégén fejeztük be mi a bajnokságot. Az szerintem egy jó erőfelmérő volt a gyerekeknek. Mert az András nem mondott el, hogy egy adott korosztályban 2 túlkoros szerepelhet, 2 egy évvel idősebb, tehát 2 2001-es játékossal is kiegészítettük a csapatot. A 2003-as korosztály pedig hát edzett, illetve a Bozsik programba mérette meg magát ebbe az évbe. De keresztpályán? Keresztpályán, tehát abszolút nem nagypályán, az teljesen új volt nekik. Egyetlen egy edzés játékuk volt, de azt se ennek rendeltük alá, ennek a tornának a kiutazásunk előtt. Azért már ott is látszott, hogy nagyon sok van abban a korosztályban. A 2002-esek, illetve a 2001-es játékosunk pedig már idézőjelben hozzájuk képest rutinosabb játékosok voltak, több tapasztalattal rendelkeztek ezen a téren, és azért az is hasznunkra vált. Ugye a végén, ahogy említettél, 11-es párbaj döntötte el a helyezést. Ez nem tudom mennyire igazságos, hogy úgy mondjam. Tehát nem mérkőzést játszanak, ebben mennyi a szerencse? Nagy rész szerencse, de ugye nekünk az szerencsénk, az a szerencse része, hogy nagyon jó kapusaink vannak. Úgyhogy a büntető párban is. Igen, kapusaink is vannak. Bognár Dániel kapusunk például külön díjas lett, tehát ő lett a torna legjobb kapusa. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre nagyon büszkék lehetünk, de tavalyi évben pedig a másik kapusunk, Paksi Áron lett a torna legjobb kapusa, úgyhogy a Bújtor kapusiskolai Tajkán. Hát akkor ez nem a szerencse dolga. Hát igen, mondhatjuk azt is, hogy igen, a Tominak a munkája beérett. Hogyha átvehetem a szót, abszolút nem tartom igazságosnak egyébként ezt a büntető párbajt. Például az elődöntőben játszottunk egy abszolút kiki mérkőzés, 0-0 lett a mérkőzés végeredménye, 2x20 perces mérkőzések voltak, ezt ugye nem mondtuk el. A nagyobb helyzetek előttünk voltak. Talán az ember úgy érezte, bár idősebbek is voltak azok a srácok, tehát zömébe 2002-esek, akik ellen játszottunk, lehet, hogy valamivel fölöttünk voltak, inkább fizikálisan játékban. Én azt gondolom, hogy a mi gyerekeink ügyesebbek voltak, technikailag szerintem képzettebbek voltunk, a mérkőzés helyzetét abszolút mi hagytuk ki, és ezek után mentünk bele ugye a büntető párbajba, ami még egyszer mondom, én szerintem nem szerencsés, főleg ennyi idős gyerekek közt, hogy egy kicsit látszott rajtuk az elkeseredés, hisz a kezükben volt a meccslabda, aztán nem sikerült. Lábukban, így van, teljesen jogos. Aztán nem sikerült abba diadalmaskodnunk, viszont a bronzmérkőzésen ott meg
már mi voltunk egy kicsit pszichikai fölénybe, hiszen az ellenfelünk, akikkel a büntető párbajt vívtuk, ők játszották a második elődöntőt, tehát közvetlen a bronz büntető párbaj előtt. 2-0-ra vezettek a szünetbe, kikaptak 3-2-re vagy 4-2-re, tehát ők aztán teljesen padlón voltak, rajtuk is abszolút látszott, nem rúgtak be büntetőt a bronz meccsen. Mi rúgtunk be egyet. Igen. Ugye még a büntető párbajjal kapcsolatban, hogy nem igazságos, ez valóban így van, de az időszűke miatt, mivel annyira sok mérkőzés van, illetve annyira persze pontosan be van táblázva az időrend, hogy egyszerűen nincs idő arra, hogy mondjuk hosszabbítás legyen egy mérkőzés, mert akkor az egész torna csúszik, és akkor az már úgy nem esetleg estében nyúló mérkőzések lesznek. Nyilván tapasztalatokat gyűjtöttek kint a tornán. Milyen tapasztalatokkal jöttek a jövőre nézve? Hát fejlődés látható jeleit hoztuk magunkkal, illetve azt a tapasztalatot hoztuk még magunkkal, hogy mindig van hova fejlődnünk, és mindig például a körülményeket, amit láttunk most, hogy milyen körülmények között is lehet tornára készülni a gyerekek, meg azt hiszem, hogy az, hogy külföldön és ismeretlen ellenfelekkel játszhatnak, ez mindig egy kicsit többet hoz ki belőlük, mint amikor itt mondjuk hétről hétre ugyanazokkal az ellenfelekkel például a Bozsik tornákon játszhatnak. Uraim, én gratulálok ez a szép eredmény, azt gondolom, hogy bárhogy is mindenképpen szépen. Nagyon szép eredményed, és további sok sikert kívánok. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mi is köszönjük szépen.